A vádirat szerint a férfi 2023. március 20-án az esti órákban megjelent egy magyar kisegyház Jászapátin lévő imaházánál, bemászott a kerítésen, az imaház ajtaján lévő lakatot felfeszítette, és oda bement. A férfi az imaházban található adománydobozból 30 ezer forint készpénzt, valamint az ott található két darab mikrofont is ellopta. A férfi ezt követően a két darab mikrofont 3 ezer forintért értékesítette, azonban azokat a nyomozóhatóság az eljárás során lefoglalta, és a tulajdonosnak visszaadta. Az ügyészség a vádiratában a férfivel szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, a mikrofonokért kapott összeg erejéig vagyonelkobzásra, valamint arra tett indítványt, hogy a meg nem térült kárt fizesse meg. Az ügyben a Jászberényi járásbíróság fog dönteni.